Micsoda egy intro volt, kezit csókolom. Sziasztok, üdvőre itt a csatornán, én Jánk Balázs vagyok, és most pedig egy telefonos gimbalral fogunk foglalkozni. Telefonos gimbalról fogunk beszélni, ez pedig a Zhiyun Smooth X. Ez a gimbal egyébként rendkívül kicsi, kompakt és összecsukható. Ezért kis helyen is elfér, így eléggé utazó barát. Bár a telefonos gimbalok amúgy sem egy nagy cuccok, szóval nem olyan, mint egy DJI Ronin S például, ami normálisabb méretű DSLR Mild kamerákat bír el, vagy akár még kicsivel nagyobbakat is. Noha ez a kisméretű gimbal viszonylag kicsi, viszont teleszkóposan kinyitható, így a selfie botoknak a fogalmát egy picit túlszárnyaljuk. Ugyanis ez, mondhatnám azt, hogy nem is feltétlen gimbal, nem is feltétlen selfie bot, ez úgy a kettő között helyezkedik el. Ugyanis van benne stabilizátor, de nem három tengelyes, csak kettő, viszont eléggé jól stabilizál, meglepően jól. És egyébként, amit láttatok az elején intrót, mert az intró előtt láthattátok azt a kis videót, mind egyébként ezzel a cuccal vettem fel, valamint egy iPhone 12 minivel. Na nézzük is meg, ez a doboz, ő a doboza, és két színben kapható, fehérben és ilyen szürkében, ilyen grafit színben, mint itt a dobozon látható. Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy én már kibontottam, szóval ezt a dobozt így félrerakom. És ez egy kombó. Alapvetően a kombóhoz jár egy ilyen táska, és ebbe tudjátok hordani. Egyébként jó az anyag minősége, jó kis puha. És hát benne található maga a stabilizátor. Nézzük meg, milyen kábel van hozzá, USB-C. A kombóhoz jár egy táska mellé egy ilyen kis tripod, valamint itt van maga a kis Zhiyun stabilizátor. Amivel elsőnek meggyűlik az embernek a baja, az, hogy hogyan borst ki. Van egy utasítás rajta, de ez elsőre sosem jön össze. Egy picit tán meg kell húzni. Ha kiforgatod, picit meghajlítod, és akkor kibillented fel, visszanyomod, és akkor így össze lehet állítani. Az aljára becsavarozod. Nagyon kis, könnyű, kompakt. Egyébként a dizájnja nekem tetszik. Összehasonlításképpen egyébként mindjárt elérakok egy DJI Osmo Mobile-t. Eleve nagyobb a doboz. Várjál csak, szemléltetem. Összejön. Thumbnail kép. Jó, na nézzük kibontva. Hát így kb. Egy magasság, csak ehhez alapjáraton nincsen ilyen tripod, így mutassam inkább. Méretben nincs annyira nagy különbség. Hát ez egy három motoros gimbal, ez meg csak kettő, ugyanis itt van egy motor, itt, meg itt. Ez meg csak roll és pen, tilt nincsen. Baromi jól stabilizál. Én sétáltam vele, és azt gondoltam, így esküszöm, biztos egyébként az iPhone-nak is a rezgés csillapítása is egyébként sokat számít, de én amikor mentem vele, vettem a felvételt, azt hittem, hogy ez egy baromi szar felvétel lesz, és mondom, újra kell venni, még jobban ninjába kell mozogni, de nem. Nagyon jól kistabilizálta, együtt nagyon jól tudott mozogni a kettő eszköz. De ami nagyon fontos, hogy ez miért jobb, mint az Osmo, ugyanis én nagy látószöggel, ultra nagy látószöggel szeretem használni a telefonomnak a lencséjét, a kameráját, amikor ilyen tájképeket vagy hyperlapse-et, timelapse-et veszek fel. Na már most ennek a motorja, míg ennek a generációs gimbalnak a motorja belelóg a felvételbe. Mivel olyan széles látószöge van magának a lencsének, a kamerának, így belelátszódik a motor is. Itt meg ilyen nincsen. De már az új Osmo Mobile-oknál egyébként kiküszöbölték ezt a hibát, ott van egy kis törés a rendszerbe, és akkor megtörték a kart, és úgy már jó. Nézzük meg, mennyire nehezen lehet ezt kibalanszírozni. Rárakom a telefont. És ugye most így elfordul, de egy picikét mindig tolni kell az ellentétes irányba, és kb. Ennyi. Van rajta egy bekapcsoló gomb. És kész is. Már stabilizálja a felvételünket. Felvétel.
nagyon jól stabilizál. Van egy kis joystick is, és ezzel is tudjátok mozgatni. Hallok, valamint, ha duplán nyomjátok, akkor ilyen Insta-story módba, vertikálba tudtok videózni. És eléggé patent kis cucc. Hoppá! Csak egy ilyen mozdulat, és már tudtok alsó snittes jeleneteket felvenni. Meg akár, mint egy ilyen slider, így is tudtok venni felvételeket, és hoppá, és visszaállítod. Egyébként van neki egy applikációja, és ott is tudtok Hyperlapse-et, meg mindenféle dolgot csinálni. Mindjárt is indítom, megnézzük, hogy bejött az app. Connect. Oké. Kifrissítünk. Elmondjuk a kamerára. Aha. Nézzétek meg, ki tudok jelölni egy tárgyat, és akkor azt leköveti. Akkor itt be tudjuk állítani, hogy milyen felvételünk legyen. Csak az a baj, hogy ultrawide-ra nem lehet rakni. Ami baromira zavaró. Tehát most megint kijelölöm ezt a kamerát. Lenyomom a felvételt. Aha. És nézzétek csak. Húzom, és magától, én nem nyúlok hozzá, és magától állítja a fejet, teljesen leköveti. Baromi jó. Slow motion, time lapse. Hát ez nagyon jó kis cucc. Intelligens gesztus vezérlők vannak benne. Ezt mindjárt ki is próbáljuk. Photo. Yes. Oké. És mit kell csinálni? Hát ez lesz a gesztus vezérlés. Gyerekek, ez durva. Csinálom a fotót. Erre forduljál, hé. Figyelj, beállítottam a gesztus vezérlést. Te elmozdulok, akkor is leköveti az arcomat. Te király. Erre jobban tetszik. Mindjárt nem is adom oda nektek. Na hát, és én mit lehet csinálni ezzel a kis Zion-nal? Figyeljetek. Igen. Ilyen kis teleszkópos tudsz, sőt, még így be is tudod hajlítani. Hát majdnem olyan, mint egy krán. Ja, tehát egyébként így egész pöpesz tudsz, és mondom, tényleg jól stabilizál. Tök magasra is fel tudod rakni, tudsz ilyen föntről mozgós nitteket felvenni, bár ez pont azt a olyan motorja nincsen, amivel így ellentétesen is tudna forogni. Ha nézzük a kis adatait ennek a kis Zion-nak. Összecsukható, két motoros gimbal, teleszkóppal bővíthető magassággal rendelkezik, tehát 25 centitől 50 centig. Ugye vízszintes és függőleges tájolás. Azt írják, hogy átlagban olyan 4 órát bír, 4 óra hossza kapacitása van ennek az akkumulátorának. iOS és Android támogatás is van, ugye mind a kettőre van applikáció. Jó, hát igazából elmondtam mindent. Tehát itt el tudjátok indítani a felvételt, itt tudjátok a módot választani, ez a kis joystick, itt meg tudjátok, hogy ultra nagy látószög, vagy zoom, tehát ezt tulajdonképpen zoomolni tudtok, meg kizoomolni. És akkor itt oldalt, meg ezzel a leddel tudjátok kibe kapcsolni. Nekem nagyon tetszik ez a kis cucc, körülbelül olyan 30 ezer forint, így ezzel a kombóval, tehát a kis talppal, meg ezzel a kis táskával, de azt gondolom, hogy aztán pár ezer forint különbség van, mindjárt megnézem nektek, de szerintem nem sok. 25-26 ezer forint és 30 ezer forint a különbség, tehát egy pár ezer forint, akkor megéri inkább ezt a kombót megvenni, mert barom jó, fogod. Nem kell a táskába valami táskát találni neki, hogy külön elragd. De egyébként, ha van egy fotós táskád, akkor abba is sokkal könnyebben be tudod pakolni. Most el ne törjem. És akkor ennyi, elraktad. Hopp, pont fordítva. Jó. Elsőleg nehéznek tűnik a kinyitása, de alapvetően utána már könnyű.
Jó, szóval, ha meg akarjátok nyerni, akkor most mi menjetek fel az Instagram oldalamra. Köszönöm, hogy megnézted, hogyha nem lennél feliratkozó, iratkozva a csatornára, kövessél be Instagramon is, találkozunk a következő videóban, és hát nyerjétek meg ezt a kis Zion. Sziasztok!